Sziasztok, Császár Szabolcs vagyok, és ebben a videóban bemutatok egy olyan Panasonic kamerát, aminek brutál jó az autofókusza. Nem is hiszitek el, mi? Pedig bizony, így van, az új Lumix S5 már 2 végre Face Detection autofókusszal érkezik, de van még bőven újdonság, úgyhogy tartsatok velem ebben a videóban is, ahol megnézzük, mire is képes, és összehasonlítjuk a legnagyobb konkurensével, a Sony A7IV-gyel. Mielőtt viszont ezt megtennénk, kérlek iratkozz fel a csatornámra, ha még nem tetted volna meg, és kungasd meg a kis csengőt, hogy tuti nem maradj le a következő videóról. Na de lássuk, mivel rukkolt elő a Panasonic, amiért ekkora a hype az S5 már 2 körül. A Panasonic sajnos mindig is arról volt híres, hogy rettenetes autofókusszal rendelkező gépeik vannak, hiszen a kontraszt alapú fókuszrendszerre építették fel a kamera line-upjukat. Sajnos rengetegen szinte csak ezért nem vették a gépeiket, mert szükségük volt jó és megbízható autofókuszrendszerre. Ez viszont mostantól nem így lesz, hiszen az új gépbe Face Detection-nel ellátott szenzort raktak, amivel egy teljesen más autofókusz szintet tudtak megalkotni. Annyit azért spoilereznék, hogy gyakorlatilag a legrosszabb autofókusz teljesítményről ezzel a géppel felugrottak a csúcsra, és szinte Sony teljesítményt tud hozni az új S5 Mark II. Ráadásul úgy, hogy a gép, ami nálam van, egy demo modell, és még beta szoftverrel van ellátva, tehát ennél már csak jobb lehet. Mielőtt viszont nagyon előre ugranánk, nézzük meg a külső kialakítását a gépnek, hiszen ebben is látunk újdonságot a sima S5-höz képest. Maga a váz egy icipicit vastagabb, mint az elődje, de abszolút megtartotta a kompakt formáját. Baromi kényelmes a kézben, egyik ujjam se lóg le a vázról, pedig nekem viszonylag nagy kezeim vannak. A gombok teljesen megegyeznek az S5 kialakításával, annyi különbséggel, hogy a joysticket már nem csak 4 irányba, hanem 8 irányba tudjuk mozgatni. A gombok elrendezése nekem mindig is nagyon szimpatikus volt a Panasonicnál, jó helyen vannak, és persze szinte az összeset egyénre lehet szabni funkciókkal. Fejlesztés még, hogy lecserélték a régi zörgő, mozgó, béna kis nyakpánt kapcsot, most már egy fix és sokkal dizájnosabb tartó van a kamera két oldalán. Újítás még, hogy az elektronikus kereső érzékelő szenzora már nem alul, hanem felül van, így amikor az LCD-hez nyúlunk, kevésbé fog véletlenül átváltani az EVF-re, ha automata módban használjuk. Természetesen muszáj volt változtatniuk az utálatos mikro HDMI csatlakozón is, így végre teljes HDMI csatlakozóval van ellátva a gép. Emellett továbbra is találunk rajta USB-C-t a külső tápoláshoz, illetve egy fülhallgató és mikrofon portot további audiós eszközök csatlakoztatására. A vázban aktív hűtés található, amit kis ventilátorokkal oldottak meg, a Lumix logó alatt beszívja a levegőt, és a két tárcsa mellett adja ki, ezzel hűtve a testet. Ehhez kapcsolódóan már a Panasonic is berakta a menüjébe a Thermal Management funkciót, amit standardről high-ra állíthatunk, hogy a kamera ne álljon le még akkor sem, ha nagyobb hőt érzékel. High beállításon egyébként egyik módban sincs recording limit, tehát akár 6K 30 FPS-ben is bármennyit rögzíthetünk. Túlmelegedés tesztet és aksidő tesztet nem csináltam, hiszen rövid ideig van csak nálam a gép, de mások tesztjei azt mutatják, hogy semmilyen túlmelegedés nem tapasztalható egyetlen módban sem, illetve egy teljesen feltöltött aksival 4K 25 FPS esetén kb. 2 óra 15 percet bír, míg 4K 60 FPS és 6K módokban kb. 1 óra 45 percet. Szóval nem kiemelkedő, de egyáltalán nem rossz, én például ma több órát teszteltem a gépet kibekapcsolással, és még mindig nem merült le, úgyhogy szerintem ettől nem kell félni. Maga az aksi egyébként ugyanaz a BLK 22-es modell, mint ami az S5-ben és GH6-ban megtalálható. Pár dolog még a külső kialakításról, az egyik, hogy természetesen kihajtható LCD kijelzővel rendelkezik, dupla kártyafoglalattal, csak a demo modellben le van ragasztva az egyik, de normál SD foglalat mind a kettő UHS 2-es sebességgel, illetve az említett elektronikus kereső is kapott egy kis upgrade-et, és már 3,7 millió pixeles felbontással rendelkezik. Na de eleget beszéltünk a kialakításról, ugorjunk is az izgibb részekhez, kezdjük rögtön az autofókusszal. A 24 megapixeles Face Detection-nel ellátott szenzor rendesen kitesz magáért. Fotóban is fejlődött az autofókusz rendszer, de ott talán még egész elfogadható volt a korábbi modellek teljesítménye is, ezért erről nem akarok sokat beszélni. Természetesen baromi gyors, jól működik a folyamatos fókuszálás és jóval kevesebb a tévesztés, a rengeteg fókuszpulzálás pedig szinte teljesen megszűnt. Videó módban viszont óriási a különbség, és ez nagyon látványos is. A teljes mező 225 fókuszpontról 779-re növekedett, ami ugyancsak segít, hogy a kamera még pontosabban be tudja lőni, hova kell állítani az élességet. Természetesen van lehetőségünk a követésre is, ami szuperül működik, illetve ember,
arc és szem és állat plusz ember felismerést is be tudunk állítani. A legjobb kombó, ami nekem működött, és egyébként a Panasonic is ezt javasolja, az az ember felismerés és teljes fókuszmező választása, így a kamera gyönyörűen felismer minket, még akkor is, ha neki háttal megyünk éppen, vagy már jó messze vagyunk. Gyors, pontos, nem pulzál fókuszkeresés közben, hanem szépen folyamatosan állítja azt. Sony szinten van ezzel a rendszerrel, de a videó végén közelebbről is megnézzük az A7IV-gyel összehasonlítva. Na de milyen a képminőség és milyen módokban rögzíthetünk vele? Eszméletlen sok opcióból választhatunk. A 24 megapixeles szenzornak köszönhetően képes a 6K-s felbontásra maximum 30 fps-ben, mindezt 10 bites színmélységgel. Amit imádok és egyre több gyártónak bele kéne rakni a gépeibe, az az Open Gate funkció, amivel a szenzor teljes egészét képesek vagyunk rögzíteni videóban. Tehát egy 3:2-es képarányú fájlt kapunk, ami felhasználja a szenzor összes pixelét, és utána olyan módon vágjuk ki a kívánt képarányt, ahogy csak szeretnénk. Ezzel óriási a szabadságunk az utólagos belevágásoknál, reframingnél. 4K-ban van UHD opciónk és Cinema 4K lehetőségünk is, mind a kettőt ugyancsak 10 bitben és 60 fps-ben is választhatjuk. Azzal viszont számolnunk kell, hogy 4K 50 vagy 60 fps felett sajnos bekapcsol az APS-C crop, és nem tudunk full frame módba felvenni. Full HD-ban egészen 180 fps-ig felmehetünk, viszont ami szuper, hogy ezt is rögzíthetjük akár 10 bitben. Az utolsó mód a 3.3K-s APS-C-s 4:3-as képarányú, akár 50 fps-es rögzítés, ami tökéletes az anamorfik objektíveket használóknak. Eddig elég jó kamerát ismerhettünk meg, de várj, még nincs vége. Mi van a szenzor stabilizációval? Hát az van, hogy én még ennyire jó iBeast nem láttam egyik kamerában sem. Tesztjeim alapján még a saját GH5 sorozatát is veri, nemhogy más gyártókét. Három stabilizációs lehetőségünk van ebben a kamerában. Az egyik a sima szenzor stabilizáció, amivel már alapból elképesztően sima felvételeket tudunk készíteni. Kétfajta tesztet csináltam, az egyiknél egyáltalán nem figyeltem a lépteimre, a másiknál pedig megpróbáltam a lehető legsimábban lépni és tartani a kamerát. Következő mód, amikor be van kapcsolva a szenzor stabilizáció, és be van kapcsolva az elektronikus stabilizáció is, ami giroszkópos adatokból dolgozik. Ilyenkor minimálisan belekroppol a képbe a kamera, viszont egy teljesen más szintet érhetünk el, és gyakorlatilag gimbal szintű mozgás a végeredmény, ha odafigyelünk a lépteinkre. Az utolsó mód a Boost IS, amit már korábbi Panasonic modelleknél is láthattunk, ez nem mozgásra való, hanem egy helyben tartásra, amivel állványszerű felvételeket tudunk készíteni. Én nem tudom, mit csináltak ezzel is, de ez is mintha 5-ször jobban működne korábbi modelleknél. Illetve van egy negyedik módunk is, ami az anamorfik rögzítésre való, attól függően, hogy milyen anamorf faktorral dolgozunk. Úgyhogy amint látjátok, szenzor stabilizációban sincs hiány, sőt szerintem jelenleg a piac legjobbja az S5 Mark II. Zajszintje lehet még érdekes a kamerának, úgyhogy mutatok pár felvételt különböző ISO értékeken. A kamera Dual Native ISO-val rendelkezik, ami Velox színprofilban 640 és 4000. Panasonic kamerákat én egy icipicit mindig zajosabbnak éreztem, mint a konkurenciát, de azt is érdemes hozzátenni, hogy ez általában még jól is nézett ki a felvételeken. Egyébként komoly dolgoktól nem kell aggódni, én azt mondom, hogy 10 000-ig simán lehet használni durvább zaj ellenére, de extrém esetben nyugodtan felmehetünk 25 600-ig, kis zajszűréssel meg lehet oldani az utómunkában, hogy szép használható nyersanyagunk legyen. A teszt végéhez közeledve viszont van még egy fontos tudnivaló. Panasonic az S5 Mark II-vel egy időben bejelentett egy másik kamerát is, az S5 II X-et. Nem akarok nagyon kitérni rá, hiszen csak pár funkcióval tud többet, ezek pedig a következők. Kívülről egy sötét dizájn kapott, képes lesz a ProRes és All Intra tömörítési módokra, az USB-C-n keresztül SSD-re is rögzíthetünk majd, tudni fogja a RAW nyers felvételkészítését HDMI-n keresztül, illetve élő közvetítést indíthatunk akár vezeték nélkül is, vagy az USB-C-n keresztül. Ennyivel fog többet tudni, aminek 200 dolláros felára lesz, tehát akinek szüksége van ezekre a funkciókra, azoknak ez egy szuper hír. Miről nem beszéltünk még? Ígértem, hogy a konkurens Sony A7IV-gyel összehasonlítom pár tulajdonságuk alapján. Ha a fogással és ergonomikus kialakítással kezdjük, akkor itt rögtön az S5 Mark II-nek adnám a pontot.
Kényelmesebb a váz, és jobban kiállnak a gombok, ami megkönnyíti a megnyomásukat. Felvételi módban kettős érzéseim vannak, hiszen a Panasonic jóval több opciót ad, lásd 6K Open Gate, Full HD 180 FPS és anamorfik lehetőségek, viszont mindez csak Long GOP tömörítéssel. Ellenben a Sony ad All Intra opciót, ami könnyebben vágható és több információval rendelkezik, úgyhogy itt el kell dönteni, kinek melyik a fontosabb. Szenzor stabilizáció tekintetében egyértelmű győztes az S5-2, ráadásul elég látványos a különbség, annak ellenére, hogy az A74-ben sem rossz az IBIS. Zajszintben viszont fordul a kocka, itt a Sony-n látszik, hogy már alacsony izókon is jóval tisztább a képe, és magasabb izóknál pedig még nagyobb a különbség. Képminőség szempontjából igazából nem érzek nagy különbséget a két gép között. Mind a két szenzor kellő dinamika tartományjal rendelkezik, szépek a színeik, és mind az S-Log 3, mind a V-Log színprofil egy könnyen és szépen fényelhető profil. És a nagy kérdés az autofókusz. Sok AF-teszt után azt kell, hogy mondjam, hogy elég közel van egymáshoz a két gép e tekintetben is. Sőt, az arceltakarós tesztekben az S5-2 szinte mindig gyorsabb volt. Viszont ha az összképet nézzük, akkor még mindig azt mondanám, hogy a Sony erősebb. Nem sokkal, tényleg nem sokkal, de talán konzisztensebb és megbízhatóbb. De tényleg le a kalappal a Panasonic előtt, szerintem senki nem gondolta volna, hogy a Face Detection rendszert bevezetve elsőre egy ilyen remek algoritmus sikerül megalkotni, ami versenyben van az élvonallal. Innentől kezdve tehát nektek kell eldönteni, hogy melyik gépet választjátok, ha a két gép között vaciláltok. Mondjuk az sem mindegy, hogy az S5-2 900 ezer forint, míg az A74 1 millió 100 ezer forint, ami nem kis különbség, épp ezért kimerem jelenteni, hogy jelenleg 2023 elején szerintem a Panasonic S5 Mark II a legjobb árértékarányú hibrid milc a piacon, annak ellenére, hogy én A74-gyel és A7S3-mal dolgozom, úgyhogy látjátok, hogy nem vagyok elfogult. Ti egyébként mit gondoltok? Nektek hogy tetszik a Panasonic legfrissebb gépe? Írjátok meg kommentbe, kíváncsi vagyok a véleményetekre. Én ebben a videóban ennyit szerettem volna elmondani, remélem azért elég átfogó és hasznos teszt volt, ha így volt, akkor mindenképp jelez nekem ezt egy like formájában, iratkozz fel a YouTube csatornámra és nyomd meg a csengőt, hogy le ne maradj a további tartalmakról. Találkozunk a következő videóban, addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok!